Az ipari területek megközelíthetősége vált könnyebbé ennek az útnak az átadásával néhány hete Ibrányban. A városban azóta sem állt meg a munka, befejezés előtt áll a szociális célú városrehabilitáció. További utak újulnak meg, emellett az óvoda épülete is folyamatosan szépül. A bevízelvezetés harmadik ütemére is sor kerül még ebben az évben, egy 110 millió forintos elnyert pályázatnak köszönhetően. A közeljövő tervei között pedig a központ fejlesztése szerepel az elmaradt város részeké mellett, illetve hogy a szegregátumokban élőknek a korai fejlesztés szakaszában tudjanak segítséget nyújtani a képzésben, tanulásban, beilleszkedésben. A város vezetője a további célokról is beszélt a 35 percben. Egy 0,7 hektáros területünkön szeretnénk megvalósítani egy inkubátorházat, amely kezdő vállalkozásoknak adhat székhelyet és telephelyet, hiszen úgy gondoljuk, hogy az ilyen vállalkozások támogatásával még több munkahelyet tudunk teremteni Ibrányban, és nagyon fontos az, hogy munkahelyet és lakhatást biztosítsunk a fiatalok számára, hiszen azt gondoljuk, azt látjuk, hogy népszerű a településünk, egyre többen költöznek be a környező kisebb településekről is Ibrányba, de mindenképpen a munkával és az otthonteremtéssel szeretnénk lehetőséget biztosítani számukra. Nem csak a helyiek, annyira egyháziak közül is sok a kedvence az ibrányi Tiszapart. Nem csoda, a Szabolcsi megye székhelyről ez a leggyorsabban elérhető szabadvízi strand. Már az elmúlt években is komoly fejlődésen esett át, ezúttal a megközelíthetőségén javítanának, mind a gépjárművel, mind a kerékpárral érkezők számára. Ennek az első lépése lehet az, amit a közelmúltban beadtunk egy pályázatot, azt teszi majd lehetővé, hogy a töltés kikerülésével érjük majd el a Tiszapartot, egy sokkal biztonságosabb közlekedést feltételeit tehetjük le. Természetesen ez az első lépés lesz, de szeretnénk még kerékpárútra pályázni, szeretnénk, hogyha a családok ki tudnának biciklivel tekerni az Ibrány Tiszapartra, és azt gondoljuk, hogy ez az alapja, hogy több-kevesebb időt ott eltöltsenek. Ezzel párhuzamosan a töltés védett oldalán is szeretnénk fejleszteni a régi úttörőtáborunkat. A polgármester a fontosabb nyári programokat is ismertette a műsorban. A legkorábbi ezek sorában a Városliget területén rendezendő Streetball Fesztivál. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozatban főzőverseny, musical, utcabál is helyet kapott. 21-én pedig az U19-es kerékpáros világkupa érkezik a településre több mint 20 ország versenyzőinek részvételével.